Sziasztok! Én Apacsa vagyok, örülök, hogy megnézzük a mostani videómat is. A mostani videó témája igazából a heti frissítés lesz, hogy mik jöttek be és mik változtak meg. A mai videóban el szeretném akkor mondani, hogy a DRH, mint látjátok, bejött. Láthatjátok is egész jól néz ki a fegyver, a skin és az emót is. Ami nagyon ér nagy érdekes, hogy szerintem, hogy bejött a 30-as mag, ami elérhető a játékban, illetve még bejött egy új perk ezen felül még. Tehát akkor nézzük is meg, hogy hogyan lehet megszerezni a 30-as magot. Na tehát el is érkeztünk a DRH-nak az új atacsmentjéhez. Ezt úgy lehet megszerezni, hogy 80 ellenséget kell megölnünk, méghozzá úgy, hogy a 38-as magot kell feltennünk. Ez a 30-as mag valójában 30 lőszer tartalmaz, és ugyanolyan erős, mint a 25-ös, viszont vannak hátrányai is. A 25-öshez képest most hallhatjátok. Ránya annyi lesz ennek, hogy 15%-kal megnövekszik a verticári és a visszintes irányú fegyvervisszarúgás. Szab lesz tőle a mozgásunk, minimálisan illetve majdnem 17 millisekundummal lesz lassabb a ideje. Hogy megéri -e ezt használni, nem tudom, ezt nektek kell eldönteni, hogy érdemes -e rátenni a fegyverre, lecserélni a 25-öst egy 35 golyós fegy magra. Tehát a feladat, hogy megszerez magadnak ezt a launcher perket, azt kell tenned, hogy az első feladatnál, hogy jöjjél 10 ellenséget SMRS-sel. A másodiknál, Ampet perket kell használnunk, ha nincsen vehetlen meg valakinek, a sobba meg tudja venni cér. Ezt kell használni, és ezzel kell, ezáltal kell ölnünk tizet. A harmadik feladat, hogy az, a, ezt a perket, amit megvettünk a sobba, ha meg kellett, ezt kell használnunk, és essel kell ölnünk huszat. A negyedik feladatunk, Skulker perket kell használnunk a piros perkek közül, ezzel kell 30 el, ennek a használatával kell 30 enemit megölni, vagyis ellenséget. A következő, az ötödik, fh val kell kiszednünk ellenséges score ennek minősül a zoaf elkezdve a VITO, minden ilyen. Egyet kell ebből kiszedni. A hatodik, egyben utolsó, amivel meg tudjuk szerezni a perke, az, hogy skulker perket kell használnunk a pirossak közül, és Semeres-sel, vagy fh val kell 20-at Ha ezzel végeztetek, megkapjátok a perke, ami azt tudja, hogy Plusz egy darab lövedékünk lesz az SMR-esünkbe vagy az FH-inkba.